Sziasztok! Megígértem, hogy még egy pár perc erejéig bizonyos fontos dolgokat el fogok mondani, hogy a következő évvel kapcsolatban a hitünk úgy épüljön fel, hogy minden egyes mozzanatot egyszerűen megvilágítunk, aztán időzünk rajta. Ezért a mai alkalommal az új évre szeretném a Máté Evangélium 7-es fejezetével kezdeni, hogy a hit különböző szakaszait fokozatosan építsük föl. Ugye a három között a hit, remény és a szeretet, ahogy írja az 1 Korintus 13, a legnagyobb a szeretet. És ez a szeretet meg kell, hogy maradjon benned, és ezt ebben a szeretetben, amit Isten mond, amit Isten adott neked, ebben meg kell tanulnod elindulni, megmaradni és elindulni. Most ez hogyan működik, az elsődleges dolog. És a Máté Evangélium 7.12 mondja a következőt: amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Mert amit akarsz, hogy tegyenek, neked is azt kell tenned. És írja a Máté Evangélium 7-es fejezet 1-es verse, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. Gyakran használják ezt a szöveget, kiragadva a környezetéből. Tehát mindig az első az, hogy vetünk, aztán pedig aratunk, ha gondoztuk a földet. Ha ma kimész mondjuk egy téli kertbe, ahol most megterem még a gyümölcsén a fagyok ellenére is, tehát vagy ha tavasszal kimész vetni, akkor ha elvetetted a veteményesben azt, amit szerettél volna, akkor azt gondozni kell, öntözni kell, és végül eljön az ideje annak, hogy kikeljen, eljön az ideje a növekedésnek. Ez az alapvetés, ez Isten igéből származik. Ahogy írja az egy Mózes első könyvében, hogy amíg a föld lészen, nappal, éjszaka, nyár és tél, hideg, meleg, vetés és aratás meg nem szűnnek. Először vetsz, gondozod és aratsz. Így készül el a kenyér az asztalra. Mikor elmegyünk a pékségbe, jó, hogy ott már frissen kisül, de odáig valahogy el kell, hogy jusson. Ahhoz, hogy kenyér kerüljön a világban bárhol az asztalra, ahhoz egy gazdának ki kell menni, és először a földet el kell kezdenie gondozni, majd vetnie kell, és vetnie kell, és vetnie kell. Amit szeretnék nektek ebben a pár perces üzenetben elmondani, az az, hogy a Máté Evangélium 7-es fejezet pont erről beszél, hogy amit szeretnél az életedben, neked is azt kell tenned. Nem azért, mert elvárom a másiktól ugyanazt, amit én is tettem, hanem azért, mert tudjuk, hogy ez a másik számára így áldás, és Isten így meg tud bennünket áldani. Vagyis amikor elkezded magadat föltölteni mindenféle dologgal, amivel találkozol, akkor nem biztos, hogy az a legjobb módja annak, hogy a talajod rendben legyen, a szíved talaja rendben legyen. Nézzük csak meg, mi képes arra, hogy a szívedet gondozza? Az evangélium örömhírének üzenete az, hogy Isten szeret téged, hogy elküldte Jézus Krisztust, az egyszülött fiát, hogy halált haljon érted a kereszten, és feltámadjon a bűneidért, halált haljon, és feltámadjon a megigazulásodért, hogy igaz lehess Isten előtt, mert a magad erejéből nem tudnál az lenni. Isten ezt a dolgot, ezt magára vállalta. És azt mondta, hogy ne ítélj, és így nem fogsz ítéltetni. Amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te is azt tedd másokkal. Viszont, hogyha most én fölmentem egy szabadon kiválasztott internetes portálra, és csak szemezgetnék a cikkekből, ez mai friss portál, tehát december 30-án, ha ezekkel töltöd fel magad, akkor a szíved talaja nem ezt fogja megteremni, hanem teljesen mást. Nézzünk csak néhány cikket. Azt mondja, hogy megérkeztek a földön kívüliek. Tönkrement, csak néhány szót benne. Tönkrement, gyerekházasságot takargat, kirabolta, megszólalt végre a gyilkosság után, meghalt, felboncolták, halálra késelte, leszúrta feleségét, mert elmaradt a karácsonyi, stb. Leszúrta, megölte, megkéselte, feldarabolta, földön kívüliek, félelem, féljél, el fog fogyni, meg fog szalni, ki fognak végezni. Mi az, amit eredményez ez a szívedben? Inkább kétségbeesést, vagy tehetetlenséget, még ha valaki először nevet is rajta, egy összezavarodottságot okoz. Ez a rengeteg minden, és hogyha az interneten mindent összeolvasol, vagy a Facebookon hazamész a munkádból, és csak órák hosszat, vagy egy órát, vagy fél órát görgeted lefele, vagy a TikTokot, és rengeteg minden hülyeséget végignézel, látszólag szórakoztat, de nem vetsz olyat a szívedbe,
amit szeretnél, hogy később arasson az életed. Ahhoz, hogy ne úgy reagálj, mint ezeken az internetes oldalakon, mert ez a cél, hogy úgy reagálj, ez legyen benned, konfliktus legyen, zavarodottság legyen, ez az ördög célja. Ha nem ezt szeretnéd az életedben, akkor nem ezt kell elvetned. Vesd el a hit magjait, és a hit magja mai napon a te számodra a következő. Máté Evangélium 7.7. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember, aki közületek, ha a fia kenyeret kér, követ ad néki, és ha azért a ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Isten szeret téged, és azt szeretné, hogy az élete gyümölcsöző legyen. Vesd el a bővölködés magjait Isten dicsőségére, és neki adjál hálát azért, hogy az életedben ez a növekedés elindul a következő évben. Semmit nem fogsz veszíteni, hogyha ezt a túlzottul internetes impulzust, amelyet közvetítenek felére, kivéve talán, hogyha tanítást vagy igéket hallgatsz az interneten vagy a tévében. Ha ezeket a túlzottul impulzusokat lemetszed és kivágod az életedből, az csak jót fog eredményezni. Áldott, boldog új esztendőt kívánok, Máté 7, olvassátok el, bővölködjetek, és boldog új évet kívánok. Sziasztok!